Problémát okozhat a hirtelen felmelegedés az őszi kalászosoknál, főleg azokon a területeken, ahol vastag hótakaró borította a talajt az elmúlt hetekben, pedig ezek voltak eddig biztonságban a nagy hidegben. Ott, ahol nem volt hótakaró, akár az egész termés kifagyhatott. Körülbelül 25 ezer hektáron termelünk mi kalászosokat, búzát, titikálit, és 15 ezer hektáron, és rozsot, vagy 3 ezer hektáron. Ezek vannak most, úgymond várnánk, hogy egy kis jó idő életet keltsen bele. A más szántóföldi növényeknek a talaj előkészítése még egyébként is, az időjárás engedné, vagy a talaj engedné, sincs még itt az ideje, úgyhogy reméljük, hogy akkor ezt a csapadékot eltárolja a talaj, ugyanis a talaj a vízgazdálkodás szempontjából még mindig el van maradva a sok éves átlagtól. Ha folyamatosan melegszik az időjárás, ez a csapadékmennyiség jól hasznosítható lesz majd a növényeknek, és nem okoz súlyos károkat. Rácz Imre szerint még korai lenne előzetes becsléseket mondani, az viszont már szinte biztos, hogy a fagy a gyümölcsösöknél volt a legkártékonyabb. Gyümölcsösökben, esetleg csontélyosoknál lehet, hogy előfordulnak, sőt biztos ilyen fagyás jelei ma jelentkeznek, de mivel a meccéseket általában felfüggesztették erre a mínusz 15-20 fokos időjárásra hivatkozva, ugyanis a visszafagyás egy frissen sétett sebeken nagyobb károkat okozhatna. Én úgy gondolom, hogy meccéssel még lehet ezt korrigálni, ugyanis nincs szükségünk annyi virágra, mint ami szokott megtörténni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy korai lenne még azt mondani, hogy ezekben a gyümölcsösökben is maradandó veszteséget okozhatott a hideg. A hideg a gazdák hasznára is válhat, akár a mínusz fokokban ugyanis kifagyhatnak a kártevők. Ez azért lehet, mert az enyhe télhez szokva nem ágyazták be úgy magukat, és a mínusz 20 fokot már nem bírták a talaj közelében. Az is pusztította a kártevőket, hogy idén a megszokott 15-20 helyett körülbelül 90 cm mélyen fagyott át a talaj az elmúlt hetek időjárása miatt, erre pedig már 30 éve nem volt példa.